Ugye a szerbiai program az a Vadaspartnak már egy tradicionális programja volt, ugye ez a második alkalommal jutottunk be ilyen jellegű pályázatot. Egy oktatási program volt a fő célunk, aminek a legjelentősebb momentum az volt, hogy 6480 szegedi, illetve szabadkai gyermeket át tudtunk a két ország között cserélni tulajdonképpen egy kirándulás keretén belül. Ugye ez egy több alkalmas, több alkalommal zajló program volt. Az volt a célja, hogy bemutassuk azt, hogy az elkeretek határtalanul működnek, bemutassuk azt, hogy a oktatás mennyire fontos minden intézménynek, aki az állatok bemutatásával foglalkozik, hiszen azt gondolom, hogy az állatkeretetnek ugye a fő tevékenységkör az oktatás és a természetvédelem. És itt talán egy kicsit a gyereket közelebb tudtuk hozni az a természetvédelmi tevékenységhez, amelyeket végzünk, egy kicsit a szemléletüket tudjuk formálni, kicsit a közvetlenségeket ki tudjuk alakítani, és hogyha ez így van, akkor ez a program elérte a célját. Én remélem, hogy így van, nagyon sok pozitív visszajelzés érkezett az iskoláktól, pedagógusoktól, illetve szülőktől, gyerekektől, és hát én azt gondolom, hogy a programmal lezárul, de semmiképp nem ez a tevékenység zárul le, hiszen a Vadaspartnak a további tervei között van az, hogy ezt tovább folytassuk. Ugye ez a harmadik ilyen kirándulás volt, hiszen volt Palicson egyszer 1200 gyermek, egyszer Temesvárral 600 gyermek, és most volt ez a 6480-as nagy lehetőség. Én remélem, hogy pályázatok lehetővé fogják tenni azt a jövőben is, hogy ilyen pályázatok beadásra kerülhessenek, illetve ilyen pályázatokat megnyerhessen a szegedi Vadaspark, illetve Szeged városa. A másik fontos tevékenység volt, hogy megépülhetett egy pingvin bemutató, amely ugye nagyon fontos részére került a Vadaspartnak a fő bejáratunkhoz. Ez a ház ez most elkészült, megnyitva csak tavasszal lesz, azért mert az állatok ugye két héten belül fognak megérkezni, most lejön egy karantén, egy beszoktatási időszak, és ugye ez nem egy rövid idő, tehát azt el kell mondjuk, azok a pingvinek azok egy fantasztikus madarak, de a gondozóknak is meg kell tanulni a tartásukat, hogyan kell gondozni őket, hogyan kell velük együtt dolgozni, és az állatoknak is meg kell szokni az új helyüket, az állategészségügyi adatok le kell, hogy meg kell, hogy történjenek, és utána kerülhetnek ki a közönség elé. Hát mögöttem látható egy kisebb fejlesztés, ami nem más, mint egy etető a zsiráfoknak. Nem csak azért különleges, mert nyilván a zsiráf magasságától igazodott, hanem egy kis munkát is jelent nekik, hiszen nem rögzítettük a szénarácsot, hanem szabadon lóg. De a zsiráfnak kicsit nagyobb munkába kerül abba, hogy kilegelje belőle a kedvelt táplálékát. Ez egy könnyen gazdagítási technika, amelynek az a célja, hogy aktívabbá tegyük az állatokat, kevésbé unatkozzanak és több időt foglalkozzanak aktív mozgással, vagy éppen táplálék keresésével. Látható, hogy egy beton alapzat is tartozik ez az etetőhöz, ezen koptatni tudja a patáját. Ez azért fontos, mert egy zsiráfot nagyon nehéz, majdnem, hogy lehetetlenség megkörmölni, altatni ezt az állatot több ok miatt se lehet, és ilyen technikákat kell alkalmaznunk, hogy ne kerüljön erre sor, magától kopjon a patája.